Szerinted hogyan lehet az, hogy egy teljesen frissen tartott WordPress mégis vírusos lesz? Mert hogy az ünnepek közt ilyennel találkoztam. Na, csapjunk bele és nézzük meg! Hello, sziasztok! Itt Csermek Szabolcs, etikus hacker, ez pedig a csütörtöki hack 5. évad első része. Boldog új évet mindenkinek, megyünk tovább, és mindjárt bele is kezdünk a mai témánkba, de előbb elmondom azt, hogy milyen is volt nekem ez a karácsony, meg szilveszter, mert új év, mert na mindegy, szóval beszéljünk egy kicsit erről. Alapvetően ilyenkor év végén én már mindig lelassulok, és bár nyújtok azért készenlétet, tehát hogy bármi gebasz beüt, akkor foglalkozom a dolgokkal, de próbálok egy kicsit tudatosan lelassulni, főleg ünnepek közé, és próbálom elengedni ezeket a mindennapi zűröket, és egy kicsit már elkezdeni tervezgetni a következő évemet, jelen esetben ugye a 2022-est. Na most ez annyira jól sikerült, volt azért egy kis meló közben, ezt nem tudom letagadni, de annyira jól sikerült, hogy egy csomó könyvet, azt hiszem 3 vagy 4 könyvet sikerült kiolvasnom, amik egyébként már régóta itt voltak, akár a polcomon, akár nemrég vettem, és mondjuk az éjjeli szekrényen volt az ágy mellett, és mindig csak úgy várta, hogy na, akkor most majd olvassak. De ugye sosem volt erre időm, mert az elmúlt fél év az ilyen eszméletlen brutál hajtás volt, és gyakorlatilag az, hogy az ember rendszeresen mondjuk éjfélkor, fél egykor fekszik, és fél hétkor meg kell, szóval nem nagyon volt mellette időm arra, hogy én ezekkel a dolgokkal még hát foglalkozzak, hogy például olvasás vagy pihenés. Viszont most az ünnepek között tök jó jött ez, és el is határoztam azt, hogy ennek a hajtásnak igazából véget kéne vetni. Úgyhogy már például egy PHP-s csoportba ki is írtam a Facebookon, hogy hát keresek olyan embereket, a vállalkozókat, akik tudnának nekem segíteni, és akiknek tudnék kiszervezni feladatokat. Most első körben PHP fejlesztő az, akit keresek, vagy fejlesztők, ugye nyilván nem ilyen full time, hanem néha tudnék adni feladatot, illetve hosszú távon majd lehet, hogy a WebShield üzemeltetésbe is, meg szerver üzemeltetésbe is esetleg keresek embert, ezt majd meglátjuk, de a cél most az, hogy többet pihenjek, mert hát mindenki számára hasznosabb vagyok, azt hiszem, hogyha kipihent ember vagyok. Na, szóval kezdjünk akkor bele a mai témánkba, és nézzük meg, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy teljesen patchelt, frissített, updatelt WordPress mégiscsak hát a vírus martalékává válott, mégpedig a karácsony előtt, illetve még ünnepek között is. Szóval adott a helyzet, kaptam egy megkeresést, hogy van egy gond egy WordPress oldallal, meg kéne pucolni és felügyelni kéne. Oké, semmi gond, csináltam ilyet már milliószor, feszüljünk neki és pucoljuk meg az oldalt. Az oldalt kipucoltam, utána működött is, jaj de jó, vége a dalnak, gondoltam. Majdnem jött még egy riasztás nem sokkal később, hogy hát megint gáz van ezzel az oldallal, mert megint ugyanaz a szimptóma van. Egyébként, hogyha például a WebShield-et el akartam érni rajta ilyenkor a központról, már azt sem tudtam, és az oldal egyszerűen nem töltődött be, vagy bizonyos részei bejöttek, bizonyos pedig nem. Úgyhogy kértem hozzá FTP hozzáférést, meg cPanelt, hogy megnézzük azt, hogy mi is történik a háttérben, mert hogy egy teljesen friss oldalról volt szó, ki lett pucolva, úgyhogy nem tudtam, hogy mi is lehet. És itt jön bele a csavar a dologba, és lehet, hogy te is majd belefutsz ilyenbe, vagy már belefutottál. Megmondom őszintén, hogy ilyet így a pár év WebShield-es pályafutására csak néhányszor láttam. Lényeg az, hogy megkaptam a cPanel-es hozzáférést, beléptem a cPanel-re, és a cPanel-en belül a cronjoboknál, tehát az időzített feladatoknál volt felvíve egy sor, mégpedig egy olyan, hogy töltsön le egy ilyen vírusos valamit, és azt úgy indítsa el, vagy rakja be valahol, már ezt meg nem mondom fejből. Tehát a vírusnak a kiindulása az az volt, hogy a cPanel jelszó kiszivároghatott valahogy, vagy akár úgy, hogy az ügyfélnek a gépe vírusos volt, vagy úgy, hogy egy jelszót használt több helyen és máshonnan szivárgott ki, ugye tudjuk azt, hogy ezek sajnos előfordulnak, és így a cPanelre belépve az a kis botnet mondjuk, nem hiszem, hogy ez élő ember lett volna, tehát valószínűleg egy botnet, ami ezt kihasználja, szépen létrehozta azt a bejegyzést,
ami megtette, nem tudom, reggel 6 óra 30 perckor azt, hogy a vírust letöltötte magához és elindította. Így aztán hiába volt teljesen secure, úgymond a WordPress-ed, hogyha a cPanel felől vagy akár FTP felől jön egy ilyen támadás, az ellen nem tudsz mit tenni. Második lépés, mert hogy több lépése volt a kis genyónak, az pedig nem más, mint hogy a WordPress core fájlokban, tehát a WordPress nem plugin, nem sablon, hanem magában a WordPress rendszernek a fájaiban elkezdett egy kicsit turkálni, és átírt néhány fájlt. Volt ebben olyan is, hogy például PNG-be, tehát képfájlba rakott bele PHP kódot, amit utána tudott volna ugye inkludolni, illetve volt olyan is, hogy WordPress core fájlba írta bele a saját kis kódját, ám de ezt megint csak ne úgy képzeld el, mint egy ilyen kesze-kusza vírusos kód, hanem egy nagyon szépen megírt kód, hogyha így belenézel a fájlba, akkor azt mondod, hogy hát ja, ez simán lehet, hogy a WordPress fejlesztői írták bele, ám de nem, és ezekkel a kódokkal megint csak el tudta azt érni, hogyha le is pucolod, meg újra is raksz pár dolgot, akkor mindig be tud nyúlni az oldalba. Úgyhogy ezeket is ki kellett pucolni, azonban azt vettem észre, hogy egy csomó fájl, az ahogy kipucolom, ahogy megváltoztatom, rögtön visszaáll a vírusos verzióra. És itt jön a hármas fázis, amit ez a kis genyó csinált, ami nem más, mint az, hogy amikor futott éppen ez a vírusos PHP állomány valamelyik, akkor létrehozott a memóriában egy processzt igazából, tehát tudsz PHP-ból új szálakat indítani, meg minden ilyet csinálni. Nos, ezt megcsinálta, ami azt eredményezte, hogy mikor az oldalt betöltöd, és a WordPress-nek a PHP-i azok szépen így lefutnak, akkor volt egy olyan, ami szépen ott maradt a memóriában, és futott a háttérben. Ergo, hogyha én akár FTP-n keresztül letöröltem a teljes WordPress-t, csak a vírusos fájlok visszakerültek, nagyjából egy másodpercen belül, mert ez a memóriában lévő process ez szépen visszarakta ezeket. Úgyhogy meg kellett keresni, hogy mi ez a process, ki kellett lőni, és utána újra építeni az egész oldalt, hát nem újra építeni, hanem visszarakni, és egy tisztítást nyomni rá újra. És így lett végül sikeres, de volt egy kis küzdelem ezzel, és egyébként pont karácsony másnapján volt, hogy foglalkozunk ezzel egy kicsit ismételten, de azóta az oldal az vidáman üzemel, és hála Istennek nincsen vele semmiféle gond. De WordPress kártevőkből, hát igen, léteznek ennyire genyák is, ami nem úgy néz ki, hogy odamész, kipucolod, és akkor vége, hanem hogy azért kell vele egy kicsit küzdeni, le kell birkózni, és utána tudod azt mondani, hogy teljesítetted a feladatot. Na jó, hát a mai induló rész az nagyjából ennyi lesz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, még egy kicsit föl kell pörögnöm, és találkozunk a jövő héten. Van a kis füzetembe felírva már egy csomó ötlet, hogy miket kéne idén megvalósítani itt a csatornán, úgyhogy remélem, hogy velem fogtok tartani 2022-ben is. Legyetek jók, és persze találkozunk jövő héten. Sziasztok!